A Vörösmarty Színház galériájában ünnepélyes keretek között rendezték meg a Fehérvár épületei fotópályázat ünnepélyes megnyitóját és díjátadóját. Köszöntőjében Lerner Zsolt alpolgármester örömének adott hangot, hogy az elmúlt évhez hasonlóan kiérlelt munkák érkeztek a pályázatra. Lakóhelyünk, szeretett városunk Székesfehérvár meg annyi izgalmas és karakteres épületet rejt magában. Utcáit, tereit, útjait járva, igazán sokszínű, az évszázadok viharait leképező gazdag történelmi és a jelent megörökítő fotók készültek a pályázatra. A fotópályázatot az Értékmentők iGenerációért Egyesület hirdette meg áprilisban. Az Egyesület vezetői megerősítették, folytatják missziójukat, és még az idei évben további kihívások várnak a fotósokra. A kiinduló pontja egyébként ennek az egész fotós történetnek a Fehérvár arcai pályázat volt, ami az első alkalom volt, és hát szerettük volna megörökíteni és az utókornak átadni, hogy milyen volt a mi időnkben Fehérvár, és ezt azt hiszem, hogy bármennyire is halad a technika, egészen biztosan a fotók, a fotózás meg fog maradni, úgyhogy ez az egyik legjobb formája annak, hogy az utókornak üzenjünk. És hát amivel mi még szerettünk volna üzenni, és ezért született meg ez a második, az, hogy azt gondolom, hogy Fehérvár belvárosa csodaszép, de Fehérvár önmagában is egy nagyon szép és élhető város, és hát arra kértük a pályázókat, hogy mutassák ezt meg az ő kis szemükön, vagy az ő objektívjükön keresztül. A pályázók maximum két képpel nevezhettek, amelyeket a négy tagú zsűri, Lerner Zsolt alpolgármester, Kis Diana Magdolna színművész, Molnár Artúr fotográfus és Göde Imre a Stúdió 75 fotostúdió tulajdonosa értékelt. Nagy örömmel fogadtuk a kiáltott képanyagot. Szakmailag mindig egy nehéz helyzetben vagyunk, hiszen a kevésbé tapasztaltól egészen a tapasztalt hivatásos fotósok is küldhetnek a pályázatra képeket, és ez mindig egy kényes pont számunkra, hogy ne szegjük kedvét azoknak, akiknek esetleg a képeik nem kerülnek ki a falra. Innen is biztatom őket bátran, ugyanúgy folytassák a kis alkotó munkájukat, bármi legyen is az akavistól egészen a természetfotóig át, hogy találják meg a szépet és a jót mindenben és mindenhol. A pályázatra 93 pályamű érkezett, ebből 30 került kiállításra a szakmai grémium döntése alapján, akik a legjobb alkotásnak járó elismerést Slauszki Szilárdnak ítélték. A jelképes dobogó második fokára Ambrus Tibor, míg a harmadikra a legkreatívabb fotót készítő Szentes Szabolcs állhatott. A zsűri tagok által felajánlott különdíjakat Dezső Molnár Éva, Pető István, Sikentánc Julianna és Mihály Anikó vehette át.